Emlékez, Európa. Ennél plasztikusabb, kifejezőbb címet soha nem választottak még 1956-ról. A Hímerház adott otthont annak a különleges tárlatnak, amely a plakátok formanyelvén közelít a 20. század magyarországi történéseihez. Az ember kénytelen elgondolkodni azon is, hogy az emberiség történelmében és ezen belül a magyar történelemben hányszor éltük meg mi a diktatúra időszakait, és hányszor élhettük meg rövid időre a különböző diktatúrák között a demokratikus életfeltételek lehetőségét. Dr. Görög István, a Honvédelem és Társadalombaráti Kör titkára úgy véli, az elnyomó rendszerek megismerése ma is alapvetés. A plakát valóban egy tömörítő műfaj, olyan grafikai megjelenésekre ad lehetőséget, olyan tartalmak közvetítésére értő kezekben, amiket nagyon nehéz elmesélni vagy szavakba kifejezni. Itt összesen 44 plakát látható a mai napi rendezvényen. A plakát mindent tud, vallja az alkotó Székely Kornél, grafikus művész, aki megálmodta és különleges figyelemre méltó eszközeivel közkincsé tette alkotásait. Sorsnak nagyon hálás vagyok, hogy pont ebbe a korba élhettem végig, és nem 10 évvel korábban születtem, mert akkor nyilván én a forradalomban részt vettem volna, ami ezeknek a plakátoknak a vége sorozatnak a végén vannak, ha pedig később, akkor nem élem át teljességében. A kiállításról szóló teljes beszámolónkat a Paletta magazin október 31-i adásában láthatják.